A műsor Budapestről jelentkezik. Itt van Friderikus Sándor. Ma este Bruck András író, újságíró ül itt asztalunknál, aki utoljára egy éve volt a vendégünk, és aki időközben felhagyott az intézményes publikálással. Korábban az Élet és Irodalomban, illetve a HVG online felületén jelentek meg írásai, ma azonban már a saját Facebook oldalán fűz megjegyzéseket, alkalmanként a korábbiaknál még elkeseredettebb megjegyzéseket mindahhoz, ami ma Magyarországon és Magyarországgal történik. Ma este tehát vendégünket kimozdítjuk a Facebook oldalról, de maradunk a műfajnál. A közélet eseményeinek élőszavas kommentálására kérjük tehát Bruck Andrást. Mindenekelőtt az érdekelne, hogy mi az oka annak, hogy kivonult a magyar sajtóból? Nem tudok rá pontos választ adni. Talán a önmagam túlhangsúlyozását akartam elkerülni. Tehát egy rossz irányban változó országban, hadd mondjam úgy, nem akartam én a rendíthetetlen ólomkatona lenni, aki történhet bármi, ő csak ír az Élet és Irodalomban, ír a HVG-ben. Semmi különös problémám nem volt a két lappal. Egyszerűen szinte illetlenségnek éreztem már, hogy még mindig írom az egy-két kolumnás cikkeket. És akkor miért nem érzi illetlenségnek, mert a Facebook azért személyesebb? Igen, annak még sincs olyan súlya. Hát ez egy tömeg dolog, bárki, az analfabéta szomszédom is bármit írhat. Ugyanannyian fog-e körülni az analfabéta szomszéd? Körülbelül ugyanannyian lájkolják, mint engem. Talán többen osztják meg, mert ő mellé teszi a csokoládés pudingját, és vagy nem tudom mi. Azt javaslom, hogy a napi jelenségekhez fűzött ma esti kommentárjait kezdjük talán a magyar kultúrával, aztán majd beszélgetünk természetesen politikáról, a magyar miniszterelnökről és így tovább. Márpedig azért, mert kiderült, hogy nincs pénz a magyar szellemi és kulturális élet számos fórumára és intézményére. Beszéljünk legelőször, amit a napokban minden napunkat ugye jellemezte a Budapesti Fesztiválzenekar és a Fővárosi Önkormányzat, illetve a főpolgármester közötti konfliktusról. A fővárosi Fidesz többségi közgyűlés ugyanis ugye 260 millió forintról 60 millióra csökkentette a fesztivál zenekar támogatását. Fischer Iván így beszélt erről a budapesti közönségének küldött videóüzenetében. Több mint 30 éve lelkesen, hatalmas odaadással szolgáljuk Budapest kulturális és zenei életét. A budapesti fesztiválzenekar összefonódott közönségével. Azokkal a kisgyerekekkel, akik a Kakaó koncerten szerzik legelső zenei élményüket, azokkal a fiatalokkal, akik az éjféli koncerten döbbennek rá, hogy tulajdonképpen klasszikus zenerajongók. Törzs közönségünkkel, akik évről évre bérletet vásárolnak, és megtöltik, háromszor is megtöltik a MUPA vagy a Zeneakadémia nézőterét. És azzal a sok tízezer emberrel, akik minden évben eljönnek a Hősök terén rendezett nagy szabadtéri koncertünkre. Budapest vezetősége most úgy döntött, hogy megfosztja a budapestieket ezeknek a koncerteknek jelentős részétől. Igen, ennyit vettünk ki, hosszabb volt ez egyébként, ez az üzenet. Budapest főpolgármestere Tarlós István közleményében válaszolt erre, idézem, Fischer Iván karnagy úr kezdi elveszíteni az önkontrollját, amennyiben nem képes befejezni a követelőző hisztériát, fenyegetőzést és zavarkeltést, úgy át kell gondoljuk a támogatását. Fordíthatjuk ezt a pénzt más, szintén nemzetközi hírű magyar zenekarok bármelyikére, amelyik nem rúg bele a feléje nyújtott kézbe. Akkor lesz kiváló ürügye Karnagy úrnak politikai motivációról beszélni, ócsárolni a városvezetést, hergelni a közvéleményt. Eddig az idézet. Ön pedig erre a Facebookos kommentárjában azt írta, Tarlós bebizonyította, hogy semmit nem ért a világból. Miért gondolja így? Mert a világ ma már nem úgy működik, hogy a főpolgármester ultimátumot ad, és hogyha az ultimátum tárgya, megcélzott alanya ezt kifogásolja, akkor egy ilyen nagyon agresszív szóváltásba keveredünk. Tehát arról van szó, hogy ma ez egy többpólusú dolog volt. Egyrészt pénzről szólt,
másrészt egy kötelező jó modorról. Ma a világban a gazdaság és a kulturális vállalkozások, a sikeres kulturális vállalkozások egész másképp működnek, mint 20-30 vagy 40 évvel ezelőtt. Nem vaskéz irányítja őket, hanem kompromisszum, hajlékonyság, a közös vízió, és egy ilyen nagy intézménnyel, mint amilyen a Budapesti Fesztivál Zenekar, ez a főpolgármesternek is tartania kell magát. Hát ennek a főpolgármesternek konkrétan nem, ugyanis az ő személyiségjegyei ilyenek. Volt módunk megszokni ezt. Tarlós István ebből a készletből tud gazdálkodni, igen, ami van csak, neki. Hogy a Fesztiválzenekar Budapest nevét viseli mindenfelé a világban. Nem akarom erre kihangsúlyozni ezt a dolgot, hogy míg Fischer Iván egész biztos, hogy bejutna bármelyik európai vagy miniszterelnöki irodába, akár az Obama elnököz is Amerikába, nem biztos, hogy a Tarlós Istvánnal is megtennék ugyanezt. Hát sokszor nem jut be szegény Tarlós István Orbán Viktorhoz sem. Hát akkor hogy mondjak egy példát. Okay. Na most ennek többféle vonzata van, tehát egy ilyen zenekar, ez egy demokratikus intézmény, mondok egy másik példát. Úgy működik, mint a demokrácia egyik nagyon fontos, nem a legszélesebb, nem a legerősebb, de egy nagyon fontos minőségi oszlopa. Venezuelában van az El Sistema nevű együttes, 30-40 éve alakult utcagyerekekből, árvaházi gyerekekből, a venezuelai társadalom elhagyottjaiból. Ez a zenekar rengeteg világhírű zenészt termelt azóta, a Los Angeles-i filharmonikusok vezető karnagya mondta, hogy ő is onnan érkezett, és hogy szó szerint ez a zenekar megmentette az életét, vele együtt több ezer venezuelai gyerek életét mentette meg, és egy elhagyott társadalom, vagy egy társadalom elhagyatott rétegében egy ilyen zenekar úgy működik, mint az ABC, mint az iskola, mint az orvosi ellátás, mint a 3 nap után megevett első falat élelmiszer. De ez hogy függ össze Fischer Iván fesztiválzenekarában? Úgy függ össze, hogy amikor Fischer Iván lemegy Cserdibe, egy Baranya megyei, Pécs környéki kis cigány településre, vagy cigány faluba, és ott 200 gyereknek koncertet ad, akkor ezek a gyerekek nem egyszerűen zenét kaptak, hanem egy olyan élete, az egy gesztust. Azt kapták ettől a zenekartól, amit soha az életükben senki mástól, a saját szüleiken kívül. Azt a gesztust, hogy ők valakik, ők számítanak, és bármiben lefogadom, hogyha ebből a kis faluból néhány gyerek, remélhetőleg minél több majd valamire viszi az életben, akkor ez itt, ezen a cserdi koncerten kezdődött. Tehát, hogy több megbecsülés járna egy ilyen nem csak a világhírünket öregbítő zenekarnak, mint a fesztiválzenekar, de amely az országban is kultúrmissziót csinál. Egyébként érdekes volt éppen Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkárától azt hallani egy pénteki pécsi konferencián, amely a zenei nevelésről szól, csak ha már ezt idézte. Azt mondja Hoppál Péter, kérlek, hetetlenül meg kell próbálni minden magyar állampolgár számára minőségi kultúrát adni, és a közönségnevelésben is újabb utakat találni. Nos, ha valaki a világhírnév mellett ugye ezért épp eleget tett, vagy talán a kelleténél is többet, az éppen Fischer Iván meg az ő fesztivál zenekara. Na hát ez a nyilatkozat Hoppál Pétertől. Igen. Nem tudom, hogy tudatában volt ennek a szóváltásnak a két ember között, de ez minden esetre egy sokkal normálisabb hozzáállás. Hát azóta már azért Tarlós is visszavonult, illetve még mindig azért fentről kezelve a helyzetet úgy értékelte, hogy miután azt hiszem azt mondta, hogy Fischer Iván visszafogott magatartást tanúsított, tehát nem ment túl a tűrhetőség határán, ezért a 60 millió, a 260-ból a 60 millió marad, és nem nullázza le. Tehát még mindig, mint kegyúr, úgy beszél, hogy azért igen. A 60 millió, mert jól viselkedtél, megmaradhat. Eszembe jutott még egy érv, az, hogy Fischer Ivánnak kutya kötelessége az utolsó fillérért is harcolni. Hát ez egy 100-120-150 tagú, ez egy intézmény. Neki ez a dolga, hogy minden pénz, amivel ő számol, amit betervez, utazásra, biztos, bármire, hogy ez meglegyen. Tehát számon kérni tőle azt, hogy ő ezt kapja, örüljön annak, amit kap. Ez egy teljesen igazságtalan és perverz dolog. Erről ő azt tette, amikor ezt a pénzt
udvariasan vagy, erőszakosan, finoman vagy, kevésbé finoman követeli, akkor a zenekar érdekét nézte, és ebben neki 100%-ig igaza van. Aztán már, ha a kultúráról beszélgetünk, akkor itt vannak a folyóiratok. A legfrissebb hír, ugye a Nemzeti Kulturális Alap idén egyetlen fillért sem adott a 2000 című folyóiratnak, de felére csökkentette a Színház című lap, vagy az 59 éves múltra visszatekintő Muzsika című lap támogatását, amivel hát tudjuk, hogy természetesen halálra ítélte őket, de évek óta létében van fenyegetve a Mozgóvilág, illetve a Pécsi Jelenkor is, a Holmi című folyóirat pedig már meg is szűnt. A HVG információi szerint a Nemzeti Kulturális Alap Szép Irodalmi Kollégiumában a tavalyi 280 milliós támogatás helyett idén jó esetben 100 milliót lehet szétosztani. Ön szerint mi lesz így a nagyobb tanulmányokkal, az esszékkel, a szép irodalommal, gyakorlatilag tehát az irodalommal és a társadalomtudományi művekkel? Az értelmiség munkái hol fognak akkor megjelenni? Mielőtt erre válaszolnék, nyilván kevesebb helyen, limitált helyen. De nem, hogy kevesebb, már szinte nincs is, annyira limitált valami a mindig lesz, száma. Valami mindig lesz. Azt hangsúlyoznám, hogy egy társadalmi vita arról gondolkodni, hogy az ilyen lapokat kinek kell eltartani, az olvasónak, tehát a piacnak, vagy az államnak, ez egy jogos vita lehetne. Ezt, ki ezt állítja ki, azt én magam nem is tudom, attól függ, milyen kedvem van. Tartsák el az olvasók, ha nincs. Ezeknek a lapoknak valljuk be, meglehetősen limitált példányszámuk is, limitált olvasóközönségük van. Ennek ellenére fontos fórumok, és kár megszüntetni őket, és teljesen nyilvánvaló, hogy a magyar kormány nem spórolásból, nem gazdasági megfontolásból szünteti meg őket, mert a 150 millió forint, amit most elvesznek ezektől, ez ebben a végtelenül szemünk előtt zajló pazarló költségvetésben ez annyi, mint egy kocka cukrot ejtene le valaki a földre, és félrerúgja a sarokba. Tehát leckészteti őket. Azt nem akarja megtenni, hogy egy csapásra eltörli őket a földszínéről, mert abból túl nagy a botrány. Apránként előbb az egyik ujját, aztán a karját vágja, amíg végül meg nem szűnnek. De hát nyilvánvaló az, hogy egy kormány mire költi a mi pénzünket, az pontosan kifejezi ennek a kormánynak az értékítéletét. Nem akarja ezeket a lapokat, nem akar gondolkodó értelmiséget maga körül, de majd erről talán később beszélhetünk. Arthur Millernek van egy mondása, hogy egy jó újság az olyan, mint amikor a társadalom saját magával beszél. Saját magához beszél, saját magával beszélget. És akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ezek a folyóiratok, ezek olyan, egy társadalom tükörképei, a társadalom tükre így. Talán épp ezt nem akarja a kormány. Hát pontosan, nem? Amiben ha belenézünk, meglátjuk magunkat, most 10-del kevesebb tükör lesz, kevesebb ember látja meg magát benne. Lehetséges, hogy abban megmaradt 2-3-4-5-be jobb minőségű anyagok fognak kerülni. Egyszerűen azoknak a lapoknak a szerkesztő. Tehát a szétterített tudás most egy helyre fog koncentrálódni, még az is elképzelhető, hogy egy új folyóirat fog ebből profitálni, vagy a meglévők közül, a megmaradók közül valamelyik. Jobb minőségű anyag, igényesebb anyagok. Ön szerint miért ilyen alacsony a szellemi munka, az intellektuális teljesítmény értéke ebben a kurzusban? Hát azt, amit az előbb kezdtem mondani, hogy nem talál benne maga számára közvetlenül hasznosítható értéket, ellentétben. A hatalom? A hatalom. Hát ez a hatalom arra ad pénzt, amit a önmaga továbbműködtetésére, fenntartására a legcélszerűbbnek lát. De a kultúra veszélyes. Tehát azért a betiltott könyvek százait említhetnénk, hát Baudelaire-t perbe fogták Isten káromlásért, vagy Isten gyalázásért. Flaubert Bovary néjével ugyanezt történt. A Szovjetunióban rengeteg könyvet tiltottak be, de a zenében például a 11. Kelemen pápa 300 évvel ezelőtt betiltotta az operákat, Scarlatti és Handel műveit betiltotta, mert az akkori olasz társadalom erkölcsi életét túl szabadosnak tartotta, prűd ember volt, és a többi. Hozzáteszem, Cecilia Bartoli a tiltott operák lemezen visszahozta ezeket a műveket, de nekünk nincs 300, tehát 300 évvel később igazságot tett, de nekünk nincs erre 300 évünk. Hogy a kultúra, tehát ez most az a rész, hogy a kultúra veszélyes, de ugyanakkor kultúra nélkül nem tudunk élni. Fordítsunk egyet az aspektuson. Azt a kérdést is föl lehet akkor tenni, hogy
ha már kibeszéltük a hatalmi részét, miért ilyen alacsony az intellektuális teljesítmény értéke a magyar társadalomban, illetve miért nincs igény az intellektuális tartalomra a magyar társadalom nagy részében, miért nem akarja a többség érteni, és mondom még egyszer, a többség miért nem akar érteni a saját életét, a világot, miért nem képes pontosan ezekkel a folyóiratokkal, ezekkel a bejáratot és nagyon sok szempontból értékes cikkgyűjteményekkel a saját ismeretét, a saját világlátását gyarapítani? Hát ez megint a hatalom kérdése. Tehát nem, ez miért hatalom kérdése? Mindjárt elmondom. Tehát nem kell ahhoz könyvet égetni, hogy elpusztítsuk vagy pusztítsuk a kultúrát. Elég, hogyha a hatalom olyan impulzusokat ad ki, hogy a kultúrára nincs szükség. Amikor például a miniszterelnök azt mondta, hogy romkocsmákban busongó bölcsészekről beszélt. Ezen a mondaton ugyan nem siklottunk át, erről nagyon sokszor lett felidézve a napi viták során, de nekem eszembe jutott egy több évtizeddel ezelőtti esemény. Hódmezővásárhelyen voltam katona, és a századparancsnokunk, bölcsész század voltunk, a századparancsnokunk azt mondta, hogy kávéházi írókra nincs szükségünk. X évvel később a magyar miniszterelnök azt mondja, hogy romkocsmákban busongó bölcsészek. És akkor gondoljuk ezt végig. Gondoljuk végig a mai Magyarország helyzetét. Ez most az, hogy a miniszterelnök lecsúszott a századparancsok szintjére? Gondoljuk végig a mai Magyarország helyzetét, hogy a porlepte szocializmus egy porlepte alföldi városában egy századparancsnok, aki az életében valószínűleg nem olvasott el egyetlen könyvet, maximum szolgálati szabályzatot és azt, hogy hogyan szedjük szét a revolverünket, egy fegyverhasználati kézikönyvet. Ennek volt ugyanaz a véleménye, ami a 21. század második évtizedében a magyar miniszterelnöknek. Ez egy olyan felmérhetetlen nemzeti tragédia, amikor a világ 10 évenként megújul, változik, és a magyar miniszterelnöknek a kultúráról alkotott elképzelése megfelel ebben a porlepte szocializmus, porlepte városának, porlepte századparancsnokának a véleményével. Ennél megalázóbb, ennél demoralizálóbb kinyilatkoztatást nem tehetett volna a miniszterelnök. De nézzük, tehát nincs becsülete. Ez egy impulzus volt, azt üzente a magyar miniszterelnök a magyar társadalomnak, hogy nincs szükségetek kultúrára, és minden nap jelzi. Hogy történik Magyarországon egy egyetemi rektor kinevezése? Az egyetem az egy város a városban, az egy évezredek óta az egyik legfontosabb szellemi intézmény, ha nem a legfontosabb. Kinevezte az udvari filozófusát a Corvinus Egyetem élére. Hogy történik? Lánci Andrásról beszélek. Lánci Andrásról beszélek, igen. Egy közgazdasági egyetemre, ahol egy olyan rektor lesz, aki azt tartja a korrupcióról, hogy ez az állam hivatalos politikája. Mert ezt korábban nyilatkozta. Na, de nem olyan nagyon tiltakozott az egyetemi megfelelő testület. Hát egyszer van ez a kimeneti-bemeneti oldal, egyszer a bemeneti oldalon van egy tragédia, hogy a kultúráról hogy nyilatkoznak ma kormány szinten. A másik oldalról pedig azt, hogy ez szemese rebben az egyetemi ifjúságnak nagyon rossz. Csak az ifjúság a oktatói kart se láttam lázongani, vagy majd amikor reklamálni. Majd amikor 10 éven belül a Corvinus Egyetem diplomája leértékelődik, akkor majd bánni fogják. Azért ez mondjuk erős túlzás. Most miért értékelődne le Lánci Andrástól? A rektornak ekkor jelentősége van, vagy annyira át fogja mosni mindazt, ami korábban értéke volt a Corvinus Egyetemnek? Igen, nem neves külföldi előadókat hívnak meg a Corvinusra, hanem a jegybank elnökét, az unortodox közgazdaságot, ami szép lassan csődbe viszi Magyarországot. Hát vagy mondok mást, hát a miniszterelnök lánya tanítta Corvinuson turizmust. El tudná valaki azt képzelni, hogy egy neves külföldi egyetemen ilyen szakok, ilyen felkészültségű... Miért? Hát azért nem tudjuk a felkészültségét. Nem lehet felkészült egy 20 éves ember, de akinek ráadásul gyerekkorától szenvedi a turizmus, az idegenforgalom? De lehetséges, de... Ez már azért prekoncepció, nem? Kicsit lehet, hogy prekoncepció, ha a miniszterelnök lányát hívom meg egy egyetemre óradó tanárnak, ez sokkal inkább, sokkal többet mond a hatalom
hatalomról, mint az oktatás minőségéről. De hogy legfeljebb önmérsékletet kellene gyakorolnia akár a miniszterelnöknek, akár a lányának, vagy legalábbis az egyetem vezetésének, hogy nem teremtek ilyen felesleges látszatot? Szerintem igen. A magyar miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában a múlt pénteken két fontos distinkciót tett. Az egyik úgy szólt, hogy az egészségügyi költségvetés valójában nem az egészségügy költségvetése, csak a gyógyításé. Ugyanis idézem Orbán Viktort, az egészségünkre többet költünk, mint az egészségügyi kiadásokban szereplő tételek, mivel például a sport és az életformát elősegítő beruházások az egészségmegőrzést is szolgálják. Tehát az a rengeteg pénz, amely adott esetben mondjuk a magyar labdarúgásban az élsport támogatásába, a stadionépítésekre megy, tulajdonképpen, hát ha jól értem őt, népegészségügyi beruházás, amelyhez hozzá kell számolni az egészségügyi költségvetést, tehát hozzá kell belekelteni az egészségügyi költségvetést is. Ön szerint például ez a gondolkodás mire val, vagy rendben van ez így? Hát ennek nem vagyok a szakértő, de hát evidensen nincs rendben, hát ez magától értetük, és ő is tudja, hogy így van, mi is tudjuk. Ez csak azt jelzi, hogy elérte az inger küszöbét az egészségügy körül forrongó társadalmi vita, elégedetlenség, frusztráció, félelem. Mert hát mindenről beszél, de az egészségügyről a legritkábban. Nem értek. Erre mi a megfejtése egyébként, hogy valóban látványosan egy ilyen mélyponton lévő ágazatról nem hajlandó külön vitát nyitni? Nem tudom megmondani, de hát ez az egyik legbrutálisabb megnyilvánulása a jelenlegi kormánynak. Nem tudom. Talán annyira forró helyzet, és annyi pénzt kéne beletenni, bár sok szakértő azt mondja, nem pénz, hanem inkább strukturális kérdésekről van szó, vagy azok átalakításáról, struktúrát alakításáról, hogy talán ezért nem mer hozzáfogni, majd talán egy következő periódusban, ha lesz neki olyan. Hát minden év, minden évvel, amennyivel késlekednek, annál reménytelenebb lesz. Hát tudjuk a számokat. Hát ha én tudom a számokat, a kormánynak is tudnia kell, hogy hány orvos megy el, látjuk, hogy mi folyik. Tragikus a helyzet, tehát az, hogy egy idős embert bevisznek reggel 7-kor egy sürgősségi osztályra, és éjfélkor még ott fekszik ellátatlanul, ez már a civilizáció megtagadása. A miniszterelnök másik érdekes megjegyzése volt ebben a múlt pénteki reggeli állami rádiós interjúban a nyugdíjakkal kapcsolatban, hogy ugyanis a jövő évi költségvetésben szereplő 0,9%-os nyugdíjemelés, amely az elmúlt 25 év ugye legkisebb nyugdíjemelése, valójában nem annyi, mert Orbán szerint az élelmiszer áfa csökkentés is a nyugdíjak értékét növeli. Ő ezt most azt hiszem így mondta, hogy megélhetési rezsicsökkentés következik be. Csak egy baj van, ahogy úgy végig gondoltam, ők azt állítják, az infláció értékével nőnek a nyugdíjak, ez volna ez a 0,9%, csak hogy az IMF szerint az infláció már az idei év végére eléri a 2,6%-ot, jövőre pedig 2,3% lesz a prognózis szerint. És Magyarországon az ellátottak több mint fele 100 000 forint alatti összegből él. A kérdésem önhöz az, hogy miért nem érdekli a kormányt az idősebb nemzedék, ha másért nem, akkor a szavazatok érdekében, tehát a szavazatok szempontjából. Miért mond le az hát Sándor, ez a rengeteg szám, én ezt fölfogni se tudom. Szerintem tényszerű számokat mondtam, biztos, tehát nem biztos, hasból, biztos, hanem kiírtam. Szerintem magamnak. Nem az idősek nem érdeklik a kormányt, egyetlen korosztály sem érdekli a kormányt, ha érdekelni nem ment volna előtt 100 000 ember. Tehát, de látványosan az idősek nem érdeklik őket, 0,9%-os nyugdíjemelés. Erre én annyit tudok mondani, hogy szerintem spórol a kormány, és majd jövőre ezt bepótolja, hogy közeledünk a választáshoz, és akkor a nyugdíjasok is meg lesznek nyugtatva, hogy 300 forintalon. Tehát most húznak egyet azért, szerintem hogy jövőre eresszenek, illetve 2017 végétől, vagy 2018 elején? Igen, már a kormány 18-ra készül, a nyugdíj emelések mindig... Na tehát legalább 2 millió vagy 2,5 millió nyugdíj. Van. Hát ez szavazatban például rengeteget jelent. De most még nem számít, majd már jövőre kell számítani, meg fogják kapni a pénzt. Tényleg? Igen. Na most akkor megint csak egy új témakort nyitok. Azt kérdezem öntől, hogy ön szerint létezik-e szolidaritás Magyarországon? Van-e még értelme, és van-e még értéke, vagy tartalma ennek a fogalomnak, pontosabban ennek a magatartásnak? Szolidaritás mivel szemben? Egyéni szolidaritás vagy társadalmi? Egymás, igen, társadalmi egymás iránt érzett szolidaritás, ami nem feltétlenül az én hozzátartozómat jelenti, hanem az emberek egymás iránt érzett szolidaritás érzéséről kérdezem. Hát csökkenőben van.
Csökkenőben van, mert egy magáragyott társadalom, ahol mindenki a túlélésért harcol, de hát szolidaritás nélkül nem tudunk létezni. Schopenhauer mondta azt, hogy az együttérzés az erkölcs alapja. A magyar társadalom egy része például a menekültek, 2 évvel ezelőtti menekült, amikor keleti pályaudvar betonteknőjén, akkor a példásan viselkedett, tehát megmutatta, hogy létezik szolidaritás. A civil társadalom. A civil társadalom, igen. Jobboldaliak is részt vettek benne, miközben őket nagyon rövid pórázó lehet tartani a menekült válság feltételezett rémtetteivel. Hát van, tehát az emberi, ha kihalt volna a magyar társadalomból az emberi szolidaritás, akkor már vér folyna az utcákon, akkor egymás. Tulajdonképpen ahhoz képest, hogy milyen nehézségeket visel el a magyar társadalom, hogy mennyire nem úgy élünk mi itt, ahogy Párizsban, Berlinben, Rómában és Londonban élnek az emberek, mennyivel több nyugtalanságot, frusztrációt, bizonytalanságot kell elviselnünk, túlélnünk, megemésztenünk. Ahhoz képest kulturáltan viseljük, természetesen sokkal több a feszültség a városban, mint egy nyugat-európai fővárosban. Én ezt azért kérdeztem, egy pillanat, azért kérdeztem, akkor hozzáteszem, és talán így érthetőbb lesz, mert az Európai Unió is azt hányja a szemünkre, hogy nem vagyunk szolidárisak. A múlt héten például Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, a menekült válság döbbentette rá Európát arra, hogy korán sincs meg az a közös európai értékrend, amelynek a létét feltételeztük. Vannak olyan tagállamok, hangoztatta Juncker, amelyek teljes mértékben európaiak, amikor arról van szó, hogy elvegyenek, de amikor adni akarnak, akkor már csak félig meddig érzik európainak magukat. Donald Tusk meg is nevezte őket, ezek az unióhoz viszonylag frissen csatlakozott, többnyire volt szocialista országok, köztük mi, akik ugye a keresztény értékekhez akarjuk visszavezetni Európát, ahogy ezt Kövér László volt szíves olyan sokszor emlegetni. Ön szerint ezek a volt szocialista országok élőkön Magyarországgal miért háborúskodnak folyton folyvást az Európai Unióval? Hadd említsem azt, amikor Magyarország átengedte a németeket. Az a szolidaritástok egy példás esete volt, és elmondhatatlanul sok erkölcsi tőkét hozott az országnak. Ez mostanra párolgott el, nem elpárolgott, szétfoszlott, szétporlott. Tehát ebből is látszik, hogy a szolidaritás is tulajdonképpen felülről irányítja. Az is egy kormány cselekedet. Bár normális esetben ezt nem felül irányítottnak kéne tekinteni, hiszen ez természetes része az embernek. Tehát magától kéne, hogy működjön az emberekben. Hát az, hogy átengedjük a németeket, az nem működhet. Magától azt a kormány hozza. Na most akkor jó volt magyarnak lenni. Akkor a magyarok, még azok is, akik ma a leghatározottabban követelik, hogy egyetlen menekültet ne fogadjon be az ország, azok is büszkék voltak arra, hogy átengedtük a németeket. Ez ugyanannak a szolidaritásnak a két oldala, és lám a politika által megbolondított, megőrített, félrevezetett, megtévesztett emberek közül milyen sokan tudnak átállni a rossz oldalra ebben a témában. És ez már viszont központi, tehát kormánysugalmazás. Kormánysugalmazás, és mérhetetlen sok kárt okozunk ezzel az országnak. Meggyőződésem, hogy például az az erkölcsi tőke, amit fölhalmoztunk annó a németek átengedésével, az rengeteg üzleti befektetést is hozott. Úgy néztek ránk, mint egy európai államra. Igen, de ott azért a németekről, idézőjelben mondom az egészet, a civilizált németekről van szó. Most pedig jönnek ezek, ahogy rátekint ugye a kormányzat, a barbár népek, akik itt letarolják Európát. Tehát azért nem ugyanarról van szó az ő szemükben sem. De hát, hogy most ki mit lát, hát én láttam videókat, ilyen érte, ezt nem lehet elválasztani, ember és ember. Természetesen. Szüksége van. Nem saját érvként mondtam, hanem az övéket kölcsönöztem ide. Segítségre van szüksége, mindenkire azt fogok rá, amit akarok. Ezek a szírek például többsége jól beszél angolul, a kisgyerek is, meg a nagypapa is. Elmondhatják ezt a miénk, a magyarok többsége nem mondhatja el. Ez egy tarthatatlan álláspont. Ott a keleti 40 fokos vagy 100 fokos betonteknőjében éhező szomjazó emberek feküdtek, el kellett volna őket látni. Arról is lehet tett volna értelmes társadalmi vitát nyitni, hogy hány menekültet fogadjunk be. Egyet, ötöt, százat vagy százezret. Elmaradt az első... Önnek mi erre a megfejtése tényleg? Tehát miért ragaszkodik csökönyösen Orbán Viktor a menekült ellenességhez? Hát mert látja, hogy működik. Na de mit kell működtetni? A választás még majd 2 évnyire van tőlünk. Mit kell működtetni? Tavaly meg 3 évre volt tőlünk. Mit kell működtetni? Tehát miért nem lehetett volna nagyvon? Ez a szélső jobb, azt szokták mondani, hogy leegyszerűsített választ, gondolom, a szélső jobbnak tett gesztus.
Egyrészt igen, másrészt Sándor, én láttam egy videót, amikor Orbán Viktor a Közszolgálati Egyetemet megnyitotta, 40 fokos meleg volt, 2-3 tucat hallgató esett össze a tűző napon, és nem állt le, nem mondta azt, hogy várjunk 10 percet, nem mondta azt, hogy osszatok vizet, nem mondta azt, hogy menjenek mindenki árnyékba. Most ezzel azt mondja, hogy hiányzik belőle igen, a szolidaritás érzése, az empátia? Igen, az ilyen típusú emberekből hiányzik az empátia, nem tudják átvenni azt, hogy a másik ember mitől szenved, mi rossz neki, mi pusztítja, nem érdekli, nincs benne a világképében. Na most akkor mit szól az új Európai Bizottsági javaslathoz, amely szerint az uniós tagállamok fejenként 250 000 euróért tagadhatnák meg a migránsok befogadását. A javaslat szerint referenciaszámokat alakítanának ki az egyes országokra a lakosság számuk, illetve a gazdasági mutatóik alapján, és így határoznák meg, hogy szükség esetén mennyi menekültet kell befogadni. Ha pedig ezt nem teszik, ugye, be nem fogadott menekültekként kell ezt a 250 000 eurós bírságot fizetni, azaz úgy hívják, hogy szolidaritási hozzájárulás azoknak az országoknak a költségeihez, amelyek vállalják a menekültek befogadását, tehát az ezzel együtt járó terhet. Erről ön mit gondol? Hát ez veszett fejszennyele. Milyen értelemben? Hát nem tudom, egyrészt ez fel fog hígulni, nem értek hozzá, hát most hadd legyek sokkal őszintén, fogalmam sincs, hogy mit kell ebben az esetben nyilván tenni. Hát valamilyen módon szankcionálni akarják, mert ebből adódóan bizonyos országok plusz terhet vállalnak. Majd a költségek valahogy, az a 250 000 euró, ez majd lecsökken a felére vagy a harmadára, másrészt vidáman kifizetik ezek az országok, Magyarország egész biztos. Hát a miniszterelnök nem fogja feladni másfél év napi 24 órán át követett politikáját, de hadd mondjak valami mást. Ennek szerintem nincs értelme, ez valami. Én eljutottam arra a pontra, hogy én nem bánnám, ha az Európai Unió megvonna tőlünk minden támogatást. Nagyon rossz lenne, nagyon zuhanna az életszínvonal, befejezetlenül maradna egy csomó megkezdett beruházás, de elválna végre az, aminek el kell válnia valamitől. Azt, hogy ez a kormány az általa támadott ellenségtől kapott pénz nélkül mire vinni. Világosan mindenki látná, hogy mi magyarok mit tudunk csinálni akkor, ha tényleg egyedül vagyunk a világban, mint ahogy ezt hirdeti nekünk nagyon sok kormánypotentát. De én azt mondanám, hogy én inkább hajlandó lennék rosszabbul élni, csak dőljön el végre. Tehát ez nem egy normális állapot, hogy az Európai Unió pénzeli fenntartja az ő egyik esküt ellenségét, amelyik minden pillanatban hátba szúrja. Csak éppen nem olyan egyszerű elválni. Nem, tehát tudom, nem azon, nem is az akarásom van a hangsúly, hanem azon, hogy nem lehet csak úgy kidobni valakit. Én csak azt mondtam el, hogy ez a 250 000 euró per bevándorló, ez lényegtelen, ez nem egy tétel, az egy tétel lenne, ha Magyarország... Hát ha Magyarországnak tényleg a saját lábára kéne állnia, ahogy Orbán áll, és a saját lábára áll. Persze, erre is volt Orbán Viktornak egy nagyon rafinált számítása, nem tudom, hogy erről értesült-e. Azt mondja, hogy ez a 250 000 euró az átlag magyar 39 évnyi munkával megkeresett pénze. Na most, hogy jön ide, ezt már nem tudom, ha csak nem ugye figyelemelterelés okán, ugyanis nem a nyomorúságos magyar bérviszonyok jelentik a viszonyítási alapot, hanem az a 25 milliárd eurónyi támogatás, amelyet 2014 és 2020 között kapott Magyarország, illetve kap majd az Európai Unió strukturális és beruházási alapjaitól plusz a mezőgazdasági támogatásokat. Tehát 25 milliárd az, amit ez alatt a 6 év alatt Magyarország kap. Tehát az Unió nem a magyarok bérét akarja ellopni, ugye ebből világos, hanem a saját pénze egy részét, annak is a töredékét kéri vissza, ha mi nem akarjuk eldönteni, hogy kivel vagyunk hajlandók együtt élni, illetve kivel nem vagyunk hajlandók. Szóval megtévesztés hátán. Ez a politika folyik 6 éve. Nem tudok másnod, hát igen. Na akkor úgy kérdezem, hogy ön szerint van olyan erő, amely ezzel szembe tudna szállni? Most nem feltétlenül politikai erőre gondolok, bármire. Hát pont ezzel szemben nem. Hát ezzel a megtévesztő, manipulatív kormánypolitikával szembe tudna egy ellenerő, ha ez létezne, de hát ez nincs. Hát na de tudjuk. Azt mondja meg, hogy azon gondolkodott-e már, hogy miért fogékonyabbak az emberek az ilyen megtévesztő és álságos magyarázatokra, szidalmakra, meg a fellengző szólamokra, szóval miért nem a józan eszük? Mert azért ehhez csak egy nagyon minimális józan észre van szükség, hogy az ember belássa, hogy itt azért nagyon össze vannak kutyulva a dolgok, és
aránytalanságok jönnek létre már a gondolkodásban is, ha az ember azt mondja, miért, ha nem vagyunk szolidárisak, akkor miért olyan furcsa, hogy be kell fizetni? És mennyivel többet, hányszorosát kapjuk mi vissza? Szóval miért erre fogékonyabbak az emberek? Tehát hogy miért a hazugságra és miért az igazságra mondjuk, fogékony? Mondjuk, leegyszerűsítve, igen. Hát nézze, az igazság az egy nagyon komplex dolog, nagyon sok embernek lehet nagyon sokféle igazsága. Ezt nem árt szem előtt tartani. Bármelyik tábor nyilatkoztat ki egyértelmű igazságokat, de vannak egyértelmű igazságok a 10 parancsolaton kívül is. Tehát például egy ilyen egyértelmű igazság, hogy a szabadságban jobb élni, mint alávetettségben élni, holott teljesen evidens, hogy nagyon sok ember kényelmesebben érzi magát akkor, ha megmondják, hogy mit tegyen, ez az alá-fölé rendeltségi viszony. Amit én ismerek ebből, amit hallottam, a vidéki magyar lakosságnak egy tekintélyes része, ebben jobban eligazodik. Jobban eligazodik, ez azt jelenti, hogy azért, mert ennyit ért meg belőle, körülbelül? Ebben született, ebben nőtt fel, ebben szocializálódott, nem hiányzik neki az, ami például nekem hiányzik. Mondok egy közvetlen példát, a tanárok. Az, hogy a tanármozgalom, a tanár megmozdulás miért nem tud átütő lenni, mert nagyon sok tanárnak nem hiányzik az, ami zömmel a budapesti iskolák tanárainak. De egy könyvet akarnak, nem akarnak szabad tananyagválasztást. Nekik sokkal kényelmesebb egy könyvből leadni az anyagot, egy dologról beszélni, hazamenni, és kész. De ha ez a többség, akkor Orbán Viktornak tulajdonképpen igaza van. Na de az lenne a feladata a kormánynak. De ennek a tanárnak, akinek a maga szempontjából igaza van, mert ő fél egy finn oktatási rendszert bevezetni, ami rengeteg új módszert, új gondolatot, újfajta készülést igényel, de az ő gyerekének már sokkal jobb lenne egy olyan világban nőni fel, akit úgy tanítanak, ahogy nem ahogy a saját édesanyja tanítja, hanem ahogy egy finn anya tanítja a gyerekét. De mitől látna ezt be? Mitől látná ezt be ma, hogy majd egyszer az ő gyerekének az lesz a jobb? Neki nem kell belátnia, a kormánynak kéne olyan politikát folytatni, ami lassan erre az útra tereli őket. Mondok egy példát, egy fantasztikus dolog. Egy videót találtam a neten, az Index készítette, Lázár János egy fogadóórája Hódmezővásárhelyen, ott, ahol voltam katona. Tehát még azt is tudom, hogy hol van a dolog. Lázár János bemegy a fogadórára, már 40-en várják a folyosón, hódmezővásárhelyek, a hosszú asztal alatt ülnek a hódmezővásárhelyi önkormányzat emberei, sorba jönnek a panaszosok, többet számláztak, nem kaptam meg az engedélyt, lebontás, valami. Lázár János körülnéz, ez miért van, nem tudjuk. Lázár János fölemeli. De mindig ott ültek a szakemberek, és Lázár kérdezte őket, megkérdezte ha bejött egy panaszos. Igen, Marika néninek miért van ez a... Hát azért. Lázár János fölemelte a telefont, mondott valamit, ez ott megy egy 6 perces videó, mondott valamit, és azt mondta, Marika néni el van intézve, szóljon bármi problémája. Minden problémát elintézett másfél óra alatt. Lázár János személyesen. Lázár János személyesen, az Index újságírója feltette neki a kérdést, mert hogy hát ez nagyon olyan, mint a kádárizmus. És erre Lázár nagyon értelmesen azt mondta, nem, ez a feudalizmus, és Magyarországon 350 éve feudalizmus van. Mondta Lázár János, na erről van szó, erről beszélek, neki ezt kéne megszüntetnie. Azért egy demokratikus Európa Uniós ország vezérkarának azon kéne dolgoznia, hogy a hódmezővásárhelyi adminisztráció és városi apparátus úgy intézze a dolgokat, mint a svájci, a svéd és a norvég. Lázár ennek a telefonálni. De ő fenntartja ezt az alávetettséget. Megfigyeltem önnél valamit, miközben a Facebook bejegyzéseit olvastam. Például abban a szövegben, amelyet Orbán Viktor új várbeli hivataláról és az épületre tervezett erkéről írt, ez a mondat szerepelt, idézem, ott fog állni az erkélyen, amelyet az ő örökös tulajdonának fog megszavazni, a levakarhatatlan szégyen parlamentje, és a Dunát figyelve azon az egyetlen dolgon fog töprengeni, amihez ért, mit pusztítson még el. Tényleg ön Orbán pusztítását szándékoltnak és tudatosnak tartja, ha csak nem az indulat mondatta ezt önnel, én azért ezzel egészen biztosan vitába szállnék, mert azt én kizártnak tartom, hogy Orbán pusztítani akarjon. Igen, szándékos pusztítás folyik. Orbán Viktor életről és halálról dönt, sportstadionokról és kórházról dönt. Ott van előtte valamit, neki is alá kell írnia. Amikor betervezi, hogy 32 stadion fog épülni 2020-ig, nem tudom hány száz milliárdért, akkor ezt elveszi onnan, ahonnan sokkal nagyobb szükség lenne rá. Hát ezek tudatos döntések, hogy a mi pénzünket olyasmire költi, amire nincs szükségünk,
ahelyett, hogy arra költeni, amire a társadalom többségének van szüksége. Az egy tudatos döntés. Mondok akkor én egy másik nézőpontot. Nem lehet az, hogy Orbán Viktor szerint az ország attól épül, ha lesz nemzeti burzsoázia, amelyet az ő feladata megteremteni, ha kell korrupcióval, ha kell lopással, ha kell klientúraépítéssel. Vagy attól épül az ország, ha elengedi mondjuk a lecsúszott társadalmi rétegek kezét, mert áldozatot kell hozni annak érdekében, hogy az ország majd egyszer elinduljon a felemelkedés útján. Még tudom folytatni. Attól épül az ország, ha az ország gazdasági felemelkedése érdekében egész iskolás nemzedékeket áldoz fel az újraiparosítási lázálom jegyében, és tulajdonképpen az ország jó részéből, fiataljaiból nagyon ilyen szakmunkásokat képez, anélkül, hogy bármire tekintettel lenne, és nem okos, meg nem vitatkozó, meg nem alternatívákban gondolkodó fiatalokat, hanem engedelmes társadalomra van szüksége, tehát akkor ő így gondolja felemelni Magyarországot. De én azért azt gondolom, hogy ez egy másfajta felfogás, persze vitatkozunk vele ezzel, egyetértek, de hogy pusztítani akarna, meg rombolni, azért én ezt kötve hiszem. És ha meggondolja, akkor ez így rosszabb sokkal, mint amit ön egy egyszerű kijelentő móddal letud. Szintén egy műsor volt, ahol a science fiction sorozatokból, Star Trek, Star Wars, nem tudom, Éhezők Védel, a Trónok Harca, nem, én ezeket nem ismerem. Aki ezeket betéve tudja, azt magyarázta a riporternek, hogy tulajdonképpen legyünk türelmesebbek, zsarnok mindig volt, mindig lesz, lám az ókori Athénben és a távoli jövőben. Ez egy más felfogás, egy más kultúra felfogás. Más államépítés. Minden politikus abból indul ki, hogy ő jót akar, és miért ne lehetne azt meg, ha elfogadni, hogy esetleg nem minden politikus gondolja azt, hogy Magyarországnak a nyugatos, liberális államépítés felel meg. Tehát akkor azt mondja, jó, rendben van. Egyrészt azt felel meg, mert a sikeres államok az, de akkor azt kérdezem, hogy akkor 2010-ben a választásokon miért nem beszélt erről Orbán Viktor? Miért nem mondta, miért nem állt ki a nép elé és mondta azt, hogy kérem szépen a liberalizmus helyett illiberálisat fogunk csinálni, egy olyan államot fogunk csinálni, az van a fejemben, hogy nyugat helyett keletre megyünk, és ezentúl nem Londonban és Párizsban fogom az ország ügyeit intézni, hanem Kijevben és Moszkvában. Miért nem mondta azt, hogy egy olyan állam lesz, amiben ugyan nem fogunk tudni sok pénzt előállítani, mert a magyar ipar nem termel annyit, éppen ezért a családok majd maguk fogják eltemetni előbb-utóbb a saját halottaikat. Miért nem mondta azt, hogy mert tartott attól, hogy a sok miért válaszoljuk, ha ez nem költői kérdés, mert tartott attól, hogy esetleg ez megosztaná a társadalmat. Így meg, ha nem mondok semmit, nincs mit számon kérni, és az én utamat követem. Hát nem egyszerűbb irányítási módszer ez? Hát, de egyszerű. Na jó. Akkor is megkapta volna a kétharmadot, ha elmondja. Mindezt... Így se kapta meg, illetve ahogy megkapta. Jó, na mindegy, ebben már ne is menjünk bele. Valamit még akarok kérdezni, és lassan időnk végéhez érünk. Miért ostorozza az ellenzéket? Az ellenzéknek körülbelül annyi ereje van, amennyi a szavazója. Ha az emberek beletörődnek a rájuk szabott sorsba, nincs az az ellenzék, amely az apátiájából ki tudná mozdítani őket. Tehát amit mondott néhány perccel, sok perccel ezelőtt, hogy tudnélik, ilyen az ország, ez az igénye, az irányítottságot szereti, hogy mondta legalábbis egy jelentős többség, akkor az ellenzék ehhez képest mit tudna tenni? Meglátásom szerint föl kéne készülni arra korszakra, az utáni korszakra, amikor már nem lesz Lázár János, nem lesz Orbán Viktor, nem lesz Polt Péter, nem lesz Áder János. Na de mikor lesz az, az önbecsülése arra, szerint? Nem tudom, hogy mikor lesz, ez holnap ugyanúgy megtörténhet, mint 20 év múlva, nem tudom. De azt kérdezte tőlem, hogy az ellenzék mit tud tenni. Szerintem az ellenzéknek erre a korszakra kéne felkészülni. Miért ostorozza az ellenzéket? Én azt kérdeztem. Mert nem erre készült. Tehát miközben azt látom, hogy az ellenzéki politikusok elkezdtek egy megfelelőbb regiszterben beszélni, élesebb nyelven, pontosabban, radikálisabban, keményebben is szerintem ez a helyes út. Eközben népszerű hallgatott műsorok, nem mondom meg, melyik rádióban hallgattam meg, tehát egyrészt volt ez a science fictionos dolog, másik pedig ez, tulajdonképpen felpuhítják az ellenállást. Nincs más lehetőségünk, mint egy olyan közhangulatot kialakítani, amikor már a rendszerváltáskor, az új rendszerváltáskor hatalomra kerülők kényszer alatt érzik magukat, hogy ne engedjék a történteket szőnyeg alá söpörni.
Tehát ne arról folyjon a mindenféle, nem tudom, ellenzéki műhelyekben a dolog, hogyha a kétharmados törvényeket, vagy csak kétharmaddal lehet-e megváltoztatni, vagy sima egyszerű parlamenti többséggel, és arra következtetésre jutnak, hogy bizony csak kétharmaddal. Miért? Az én életemben ne játszanak, ne folytatódhasson az, ami most. Legyen igenis, legyen elszámoltatás, ez egy végtelenül fontos dolog, hogy azok, akik ezt a nemzeti tragédiát ránk hozták, ne élhessenek ebben tovább. Vajon elkobzás? Mi akadályozza azt meg? Én csak azt hallom az ellenzéktől a mai napig is, hogy mit nem lehet csinálni. Soha nem hallom azt, hogy mit lehet csinálni, és hogy mit kéne csinálni. Mi akadályozza meg az országot abban, illetve majd egy új hatalmat, hogy egyszerűen visszaállamosít mindent. Mindent, amit 2010 és 16 között szereztek, zömmel állami pénzekből, a mi pénzünkből, és mérhetetlen magántulajdonok jöttek létre, azt miért kéne a Matolcsi fiának bútorgyárat? Igen, de nem félő az, hogy miután a pillanathatalom mellett még mindig van 1,5-1,8 millió ember, ha ezt ilyen drasztikusan képzeli, akkor előbb-utóbb ebből csak forradalom lehet. Nem lehet. De ezt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ebből nem lesz sem. Semmi. Nem azt mondtam, hogy csináljuk-e, azt mondtam, hogy készüljünk arra a lehetőségre. Nem tudjuk, hogy a rendszerváltás, mert csak rendszerváltás lehet új, milyen körülmények között fogja érni a magyar társadalmat. Nem tudjuk, hogy a jelenlegi hatalom milyen állapotban fogja átadni, ledobni a hatalmat elmenekülve, vagy nem tudom ezt a módszert. Én kevésbé hiszek ebben. Engedje meg, miután letelt az időnk, egy utolsó Facebook bejegyzésével zárjam. Azzal zárja ön is az egyik bejegyzését, idézem, az élet vagy demonstráció, vagy kollaboráció, állítja Kertész Imre, és nem kétséges, hogy mivel telt a magyar társadalom előző 6 éve. De nem éppen arról szólt 1989, tehát a rendszerváltás, hogy egyik se legyen, hogy legyen más választásunk, hogy ne kelljen se hősnek lenni a barikádokon, és meghunyászkodó, önérzetében megtaposott embernek se kelljen lenni. Értem, de hát azért ez nem ilyen kényelmes dolog. A demokrácia egy folyamatos demonstráció. Amellett, hogy mit akarunk, mit fogadunk el, és mit nem tűrünk el. És a magyar társadalom ezt mulasztotta el, félelemből, megalkuvásból, gyávaságból, hogy demonstrálja, megmutassa azt, hogy mivel hajlandó együtt élni, és mivel nem. Ennek az árát fizetjük most, és minél tovább tart ez, annál nagyobb árat fogunk fizetni érte. Hát ma este is jól elbeszélgettünk, sok téma kimaradt. Köszönöm szépen, hogy itt járt, ahogy évente egyszer. Ma este a közélet eseményeinek élőszavas kommentálását hallottuk Bruk András írótól, újságírótól, aki legújabban már nem heti lapokban, hanem saját Facebook oldalán fűz gyakran elkeseredett megjegyzéseket mindahhoz, ami Magyarországon és Magyarországgal történik.